Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a különleges napon. Február 1. Újhold. Újhold a vízöntőkben. Ez maga a célok. Ez maga az akadályok leküzdése. Ez olyan, mintha belenénk zárva egy szobába, és hirtelen kinyílna az ablak, és beáramlana az a friss levegő. Ezen kívül beköszöntött az új év, a kínai új év, a tigris éve. És mi köti össze ezt a két eseményt? Hát maga a Szaturnusz, maga az erős Szaturnusz. Ez maga a tartó oszlop. Na nézzük, Kína fölött uralkodik a Szaturnusz. A Szaturnusz most a vízöntőkben van. A vízöntők felett a Szaturnusz uralkodik, és most újhold a vízöntőkben. Különleges esemény, különleges energiák vannak most. Most van az a start, az az ugrás, az az újrakezdés, az a belevágni és megcsinálni. És nézzük meg, hogy ez a Szaturnusz, aki tanár, aki maga a fegyelem, a maga a bölcsesség mit tanácsol nekünk erre a tigris évre? Segítségemre lesz az eredeti aranytarot, az aranytarot, nagy árkánumok, gyönyörűen úgy nyílik, mint egy kis ékszerdoboz. Minden nagy árkánumra húzunk egy kártyát a Szaturnusz segítségével. Az eredeti Rider tarot lesz a segítségünkre, és mindenki meg fogja találni a saját kártyáját, a saját tanácsát. Megyünk sorba. Na nézzük. Az első kártya a nulla, a bolond. Mi az, amit tiszta lappal kell kezdenünk? Na nézzük. Ebben a pillanatban mit kezdjünk tiszta lappal? És maga a nagy árkánum, a szerelmesek. Vagy a szeretők, úgy is szokták mondani. Tehát tiszta lappal kell kezdeni a kapcsolatokat. A párkapcsolatokat. A szerelmet. Valakinek ez a tanács. Vagy tiszta lappal kell neki vágni egy új szerződéskötésbe. Új szerződések. Átgondolni az egészet. Tanácsot kérni, ha kell, akkor szakmai tanács. Nézzük tovább. A mágus. Ez maga a mesterség. Miben lehetünk mesterek? Mi az, amit tudunk? Na nézzük. Tessék, és megint nagy árkánum, maga az igazság. Igazságosnak kell lennünk. Valakinek ez a tanács. Mérlegelni kell a dolgokat. Valakinek az a tanács, hogy a jogi ügyekben mester lehet. Megyünk tovább. Következő maga a főpapnő. Ezek a titkok. Milyen titkok fognak kiderülni hamarosan? Milyen titkok vesznek minket körül? Esetleg mi az, amit titkolunk? Milyen titkok rejtőznek bennünk? És itt van az érmék hetese. A pénz. Pénzzel kapcsolatos.
Várni kell, hogy megérjen a termés. Valaki eltitkolja valamilyen befektetést. Vagy valami, ami pénzzel kapcsolatos. Vagy örökség. Hogy esetleg meg fogja kapni. Valakinek az a tanács, hogy figyeljen oda, mert körülötte rejtőznek ezek a pénzes titkok. Ha valaki valamit eltitkol, ami pénzzel kapcsolatos, esetleg eltitkolják az örökséget, eltitkolják a nyereményt, vagy egy plusz jövedelmet? Lehet. Megyünk tovább. Maga az uralkodó nő. Ez maga a női erő, és ez maga a bőség. Mi az, amiben erősek vagyunk? Mi az, ami gazdaggá tud tenni minket? Hogyan tudunk meggazdagodni? Honnan fog jönni a jövedelem? Hetes. Kejhek hetese. Ahhoz, hogy legyen meg az a bőség, ahhoz, hogy legyen meg az a gazdagság. Tudnunk kell, hogy mit akarunk. Tudni kell választani egy valamit, esetleg kettőt. Túl sok mindent akarunk egyszerre, érdemes arra az egy vagy kettő dologra koncentrálni. És akkor jön a siker, jön a pénz, a gazdagság. Valakinek ez a tanács. Következő, maga az uralkodó, ez maga az ego. Milyen egoisták vagyunk. Az uralkodó ül a trónon, mindent megtehet, mindent elérhet. Na most ez az ego, az egónk miben tud nekünk segíteni? Na nézzük. És egy csodálatos nagy kártyalap, egy tízes. A kejhek tízese. Ez maga a család, a szeretet, a szerelem, az érzelmek. Minden beteljesül. Tehát koncentráljunk a családra. A család legyen az első helyen. Valakinek ez a tanács. Megyünk tovább. Következő nagy arkánum, maga a főpap. A fenti erők segíteni fognak. De miben? Vagy esetleg milyen házastárs illik hozzánk? Ez is ide tartozik. Tehát minden, ami templom, egyház. Na tessék, a fenti erők, megint egy tízes, érmik tízessel, valakinek tanács. A fenti erők velünk lesznek. Minden, ami család, minden, ami pénzzel kapcsolatos, minden, ami boldoggá tudja tenni a családot. Következő nagy arkánum, a szerelmesek. Milyen pár illik nekünk? Milyen ügyfelek illenek nekünk? Van olyan, hogy sokszor mi egyet akarunk, a sors meg azt mondja, hogy nem. Mást adok neked. És nagy arkánum, a torony, milyen érdekes. Milyen érdekes. Valakinek az a tanács, hogy nem, nem az lesz, amit ő akar, nem az a pár lesz, akit ő szeretne, hanem az lesz, akit a sors, akit maga a sors szánt nekünk. Valakinek ez a tanács. Következő nagy arkánum, a diadalszekér, a stabilitás. Mi az, ami előre tud vinni minket? Előre segít. És tessék, négyes, kardok négyese.
A pihenés, a szabadság. Nem szabad csak hajszolni folyamatosan. Meg kell állni, és meg kell pihenni. Regenerálódni kell. Új erőre kapni. És akkor lesz a siker, az előrehaladás, az előre menetel. Muszáj megállni és pihenni sokszor. Mert kifáradunk, emberek vagyunk. Következő nagy árkánum az erő. Miben vagyunk erősek? Mi az erős pontunk? És az uralkodó. Az erőre kijött az erő. Az erőre kijött az erő. Tessék, az uralkodó az az, aki erős, aki felállítja a szabályokat. Ő irányítja a szálakat. Tehát ilyen erősnek kell lenni. És az erő az bennünk van. Erősebbek vagyunk, mint azt gondolnánk. És ez maga az akarat ereje is. Tehát valakinek az a tanács, hogy benne van az az erő. Következő a remete. A remete. Mi az, ami meg tudja zavarni a nyugalmunkat? Mi az, ami meg tudja zavarni az egyedül létünket? Na nézzük. Valakinek az a tanács, és nagy árkánum a főpap jött ki. Valakinek az a tanács, hogy ahhoz, hogy meglegyen az a nyugalom, az a lelki nyugalom, valakinek a hit, az istenség, az egyházhoz kell fordulni, az imához kell fordulni. És a fenti erők, azok velünk vannak. Valakinek ez a tanács? Megyünk tovább. Tizedik nagy árkánum. Maga a szerencsekerék. Miben lesz szerencsénk? Mi az, amit a sors szán nekünk? Botok hetese. A küzdelemben. Az akadályok leküzdésében, a konkurencia leküzdésében. Szerencsénk lesz. Megyünk tovább, az igazságszolgáltatás. Mi az, amit mérlegelnünk kell? A bírósági ügyekben, a peres ügyekben mi az, ami tud minket segíteni, vagy akadályozni? És maga az érmék királynője. Egy csodálatos, pénzes kártyalap. Valakinek tanács, mérlegelni kell az anyagi helyzetét. Kiadások, bevételek, mérlegelni kell. És valakinek üzenet, hogy a bírósági ügyek, a peres ügyek, s hasonló, sikere lesz ezekben, sikere lesz. Következő nagy árkánum maga az akasztot. Nézzük, mi a mi gyengeségünk. Ó, ötös, a kelyhek ötöse. Valakinek az a gyengesége, hogy nagyon el tud szomorodni a helyzeten. Nagyon bele tud burkolózni a negatívumba.
nagyon bele tud bújni a depresszióba, és ebből az állapotból nehezen tud kimászni. Pedig van segítség, akár szakmai segítséget is lehet kérni, és van megoldás, és van remény. Tehát az univerzum mindig fog adni valami újat. Tehát ez a gyenge pont, a folyamatos bánat. Folyamatos kesergés. Nem szabad. Ott vannak mindig az új lehetőségek. Következő nagy arkánum, ez maga a halál. Én nagyon szeretem ezt a kártyát. Ritkán mutat fizikai halált, ez az teljesen más dolog. A halál, ez maga az újjászületés. Mi az, amit meg kell változtatnunk magunkban, belül, kívül? Na, valakinek tanács, és ötös, és kardok ötöse. Nem kell folyton harcolni mindenkivel, a világgal, az ellenségekkel, önmagunkkal. Nem kell. Ebben változást kell csinálni. Mert nem mindig megnyerjük azt a háborút. Lehet, hogy megnyerjük azt a csatát, de a háborút nem. És ha mégis megnyerjük azt a háborút, milyen áron? El kell ezt gondolkozni, hogy érdemes volt feláldozni ezt vagy azt, feláldozni a szerelmet, feláldozni a barátokat, feláldozni a családot, ezért a győzelemért. Érdemes volt-e? Nem mindig. Következő, a mértékletesség. Hát ez maga a türelem. Miben vagyunk türelmesek? Kihez vagyunk türelmesek? Mi az, ami hosszú távon tud működni? Valakinek az anyagi veszteségek, valaki a sok anyagi kiadásban türelmes, valaki türelmes a betegségekben. Na most, amit tanácsolnak a kártyák, hogy tudni kell nemet mondani. Jönnek, kérnek pénzt, adjál nekem pénzt, adjál nekem kölcsön. Megint jönnek, de nem adják vissza azt a pénzt. Tehát tudni kell nemet mondani. Következő nagy arkánum maga az ördög. Na, ez maga a kísértés. Mi az, ami el tud vinni minket az ördögi útra? Mi az a gyenge pontunk? Nekem a sütemények, a habos sütemények. Főpapnő. Na, a főpapnő maga a titkok. A titkok, valaki nagyon szeret titkolózni, és az nem mindig jó. Valakinek az a tanács, hogy vigyázzon a titkokra. Az a sok titok, ami körülvesz, előbb-utóbb a titok kiderül. Következő nagy árkánum, maga a bástya. Ki tud minket lerombolni? Mi tud minket lerombolni? Na nézzük. Mondjuk a váratlan utazás, vagy az utazás lemondása, az üzlet, a botok hármasa, ez maga az üzlet is, a tervek, a tanács, ha van A terv, akkor legyen mindig egy B terv. Mert jöhet, mint az égből a villámcsapás. A tervek lerombolódhatnak. Tehát mindig legyen egy B terv. Következő nagy árkánum a csillag, a reményeink, a vágyaink, az álmaink. Na mi az, ami beteljesülhet valakinek? Elérheti azt a csillagot?
és nagy arkánum maga a bolond. Tehát a vágyaink teljesülnek, valakinek ez a tanács, valakinek az a tanács, hogy ahhoz, hogy elérje az álmát, merésznek kell lenni. Mint ez a bolond, ő merész. Ő nagyon merész, ő nem fél semmitől, ő vakmerő. És hogy szokták mondani? A bolondoknak szerencséjük van. Merni kell, és nyersz. Következő nagy arkánum maga a hold. Mi tud minket megtéveszteni? Ki tud minket megtéveszteni? Valakinek tanács, az uralkodónő, nagy arkánum. Ugye ő maga a bőség, ő maga a gazdagság, az egészség, a siker, a jólét, a szépség, hát az uralkodónő. Tehát ilyen gazdagság valakit meg tudja téveszteni. Tehát hajszolja, csak a gazdagság, csak a pénz, csak a luxus, bármi áron, oda kell figyelni. Valakinek ez a tanács. Következő maga a nap. Miben tudunk tündökölni? Mi fog minket boldoggá tenni? Mi visz a sikerhez? Valakinek tanács. És a botok 9-ese. 9-es ugye ez már maga a csúcspont. Tehát ahhoz, hogy ott legyen az a siker, az a hírnév, az a ragyogás, végig kell menni az úton, végig kell csinálni, a végsőkig menni, leküzdeni az akadályokat. És ott lesz a siker. Következő nagy arkánum, a feltámadás. Ki vagy mi segít nekünk újjászületni? Na nézzük. Ne hallgassunk a szívünkre, hanem az eszünkre. Ez a kardok hármasa. Az ész segít nekünk az újjászületésben. Szakmai tanács. Olyan emberhez kell fordulni, aki maga az ész, nem a szívével gondolkozik, hanem az eszével. És az utolsó nagy arkánum, maga a világ. Ez maga a harmónia, ez maga a boldog élet, ez maga egy magasabb szint elérése. És egy csodálatos kártyalap, a hatos, a kelyhek hatosa. Ez maga a boldogság, ez maga a harmónia, ez az a harmónia, mint amikor gyerekkorunkban olyan boldogok voltunk. Ott voltunk a nagymamánknál, finomakat ettünk, sütött nekünk a nagymamánk. Az a gyermeki boldogság, vagy olyan helyen lenni, ahol lelki békét lelünk. Tehát érdemes ilyen emberekkel találkozni, ilyen helyre visszamenni, ahol ott az öröm. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, mindenki megtalálta a saját tanácsát, különleges ez a február, a holnapi dátum is különleges, 2022.02.02, délben kívánni kell kívánságokat, lesz még egy különleges dátum, 2022.02.22, ez is egy külön téma. Köszönöm szépen a figyelmet, és sok boldogságot kívánok mindenkinek. Boldogságot! Sziasztok!